Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt a Győr-Moson-Sopron megyei Répcevisen. Peresznye felől érkezett egy 400 kg-os homlokrakodógép lapátot szállító utánfutós Sangyong. A vezetője elmondása alapján a lejtőn haladva a település határával az utánfutó egy úthibán beszitált, kilengett, a sofőr pedig próbálta egyenesbe hozni a szerelvényt, majd vészfékezett. A jármű áttért a szemközti sávba és ütközött egy szemből érkező Renault-val. A balesetben egy útszélén parkoló Seat is megrongálódott. A Renault vezetőjét a mentők kórházba szállították. Csepregi, Répcevisi, Horváth Zsidányi és Peresznyei tűzoltók vonultak a helyszínre, akik a műszaki mentésben is segítettek. Az érintett útszakaszon 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben, a mentés és a műszaki mentés teljes útlezárás mellett zajlott. Ha kell állni, akkor